Sziasztok, most már új állatkáim is vannak. Itt egy gyönyörűséges, az a neve, hogy Pumpkin. Ő egy százlábú. Nem tudom a magyar nevét pontosan, de ő Florida Ivory Millipede. Tehát floridai, nem tudom, hogy így lesz-e lefordítva magyarul, de mindegy, ő százlábú. Nem sárgasávos, de majd utána nézek, és megtudom, hogy mi a teljes leírása. Irtózatosan szép. Annyira szép, hogy nem igaz. Ő lány. Onnan lehet tudni, hogy lány, hogy ez itt a, ez a feje, ez a farka, és a fejénél, ahol a nyaka van, körülbelül tudom, hogy nincs nyaka, de ahol a nyaka kéne, hogy legyen, ott. Jaj, eszik. Szóval ő neki a nyakánál van egy nyereg nevezetű rész, hogyha neki hiányzik egy csíkja, akkor ő fiú. De mivel, hogy az összes csíkja tökéletesen rendben van, tehát egyás után ünök, tehát nem marad ki egy sem, ezért lehet látni, hogy lány. Most eszik valamit. És amilyen mázli van, a másik is lány. Ő pedig Mango. Ő is lány. Nem csípnek, nem harapnak. Nem mérgeznek, vagy mérgezőek, hogyha megeszi az ember őket, akkor mérgezőek. Most éppen nem akarom kivenni, most éppen izét eszik. Összetört tojás héjat eszik, ami nagyon kell a kis páncéljának, úgyhogy most őt nem zaklatom. Ebben a teráriumban van virágföld, moha, kintről hoztam mohát, ezek élő mohák, levelek, édes gesztenye levelek, mindenféle cuzmók, és hát, ugye megmutatom, hogy milyen ilyen mélységű. Tehát azt mondják, hogy olyan mélységű földbe kell tenni, amilyen hosszú a százlábú. Tehát elég ilyen ennyi. Tehát, hogy jól be tudjanak ásni. Nem nagyon szeretnek ásni egészen addig, amíg nem akarnak vedleni. Ők még nem vedlettek, mert csak 4 napja kaptam őket. De hogyha ők vedleni akarnak, akkor el akarnak bújni. Na most ez a fa, ami úgy néz ki, mint a fa lenne, ő nem fa, ő egy akvárium dísz, mert nekem ugye akváriumok is vannak, és ezt nem használtam. Úgyhogy egy akvárium dísz, oda kellemesen el tudnak bújni alá, oda is, meg oda is. Ászkarákok laknak velük. Ászkarákokat most nem nagyon lehet látni, de ők narancsárga ászkarákok, akiket úgy vettem, tehát őket nem a kertben gyűjtöttem. Nagyon békések, nagyon kedvesek. Hogyha megijesztjük őket, vagy én azt akarom, hogy meg akarom nyomni őket két oldalról, akkor egy ilyen nagyon büdös, sárga, sötét-sárga váladékot bocsátanak ki a hátsó részükből, elijesztvén a ragadozókat. Ez még nem történt meg, mert pontosan tudom, hogy hogy kell kezelni őket. Megvárom, míg rám másznak, tehát őt nem fogom zaklatni. És nagyon érdekes, tehát rengeteget lehet velük róluk tanulni. Néha kell adni nekik zöldséget, de nem fontos, mert ők a földet eszik. Tehát a leveleket, az elhalója, meg benne, bele van keverve fa. Rengeteg fa darab van belekeverve, amit ugye természetesen úgy vettem. Tisztított, szárított fadarabok vannak belekeverve magába a földbe. És kálciumnak szoktam tenni összetört tojáshéjat, meg hát ugye az afrikai óriáscsigám miatt vannak ilyen mikor fog fókuszálni ez a telefon? Na, tehát ilyen kálcium kockáim is vannak, amiben mindenféle nagyon fantasztikus kálcium tartalmú cucc van, és akkor ezt összetöröm, és azt szoktam beadni nekik. Ó, fölébredt a másik. Na, ő Mango. És akkor úgy kell megvárni, hogy rám másszon, hogy oda teszem a kezemet, és akkor megvárom, míg rámászik, kivéve, hogyha nem akar rám mászni. Gyere, papám. Nem akar. Tehát ő harapni, csípni nem tud. Csak nem szabad megijeszteni.
Gyere, babám. Persze nem akar rám mászni. Nézzük. Na, itt van ez a szépség. És belevilágítok a szemébe. Itt mászik. Ért a pici puha kis lábikái vannak. Amikor, hogyha én most le akarnám innen szedni, és nem azt várom, hogy lemásszon rólam, akkor olyan, mint hogyha tépőzár lenni. Jaj, nem mássz alá, kicsim! Gyönyörű, nem? Pici szépség. Hova, hova? Úgyhogy róluk is fogok majd csinálni egy csomó új videót. Ha van kérdésetek, nyugodtan írjatok.